Van még szabad hely. Gyerek végül. Ez jó. Csak hivatalosan ülnek, de... Fapados. 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 A legmodernabb gépjárművünk. Na mi ennyi? Tök jó, azért nem jövünk be, jó? Nyugodtan menjetek. Két személyes. Igen, nyugodtan, belefértek hárman is, majd az ajtót húzom az ajtót. Ez jó lesz. Üljetek le, csukom az ajtót, az úgy izgalmasabb. 11-kor! Maradtok? Én megyek külön maradni. Ne vicceljék! Friss! Egyébként igen, új szaga van. De is van? Igen, tehát úgy gondolják, hogy ez egy sütlen szalag, azzal lehet bejönni. Becsukhatom? Igen. Hát hölgyeim és uraim, kezdeném, hogyha egy cirkuszban lennénk. Az előző sétán elsütöttem ezt a poént, hogy amikor meghirdettük a programot, akkor én a Facebook felületen úgy azt írtam a következőt, hogy nem tamáskodom, hanem megemelem a kalapomat. Úgyhogy én ezt most meg is teszem az önök kedvéért. Hát szeretettel köszöntöm önöket a múzeumok éjszakáján itt a törvényszék előtt, a zalaegerszegi törvényszék kollégái, és jó magam, mint a Turinform iroda idegenvezetője. Együttesen fogjuk önöket kalauzolni az elmúlt évszázadoknak a borzalmaiban, hol kísértetes, hol pedig vicces történeteiben. De mielőtt elkezdeném, azért átadnám a szót Eszter úrhölgynek a dualizmus korából, aki néhány szót mondana önöknek. Bocsánat a késésért, technikai jellegű megbeszélést folytattunk még. Tisztelettel köszöntöm önöket az zalaegerszegi törvényszéken, a múzeumok éjszakáján, immár többedik alkalommal nyitja meg a törvényszék a kapuit, ezúttal a Göcsei Múzeum kihelyezett helyszíne vagyunk. Két tárlatvezetéssel készültünk, ez a második, és gyakorlatilag ezzel be is fejeztük mi az estét. Az épület ezúttal nem szabadon lesz látogatható, csak velünk lehet bemenni, illetve hogyha valakinek el kell menni időközben, távoznia kell, vagy bármi probléma adódik, az bármelyik kollega, aki éppen nem beszél és be van öltözve, az a segítségére lesz a távozóknak, hogyha esetleg erre van szükség. Nagyjából egy ilyen 1 óra 15 perc környékén, vagy másfél órában meg fogunk állni a mai este, úgyhogy ezt tudom előzetesen mondani, illetve az, hogy látok itt néhány kisebb gyermeket is. Ugye a hirdetésünkben az állt, hogy körülbelül a 10 éves korosztálytól és az erős idegzetűeknek ajánljuk a mai történetet, mert nem nagyon titok, hogy itt mi fog történni. A tárlatvezetés gyakorlatilag rövid korabeli jelenetek fogják kísérni, amelyek során megidézzük az egykori végvárat, az utolsó nyilvános kivégzést, szembesülünk egy fiatal bíró meggyilkolásával, egy elnök halálával, bepillantunk a börtön múltjába és jelenébe, illetve kiderül, hogy egyszer magát a törvényszéket is kirabolták. A főbb szerepekben a zalaegerszegi járásbíróság és a zalaegerszegi törvényszék kollégái láthatóak majd. A lebonyolításban a Zala vármegyei büntetés végrehajtási intézet működött közre, a kellékek, illetve a jelmezek egy részét pedig a Hevesi Sándor Színháztól kaptuk. Kollégáim nagyon izgulnak már, túl vagyunk egy szereplésem, túl vagyunk egy hétfői főpróbán, nem vagyunk színészek, mindannyian bírósági dolgozók vagyunk, úgyhogy ehhez mérten fogadjanak minket és a mai estét, és egy nagyon jó szórakozást kívánok ehhez. El kell még mondanom, mielőtt bemegyünk, hogy van egy törvényszéki fotográfusunk, aki fényképfelvételeket készít önökről, illetve vannak videósaink is. Aki nem szeretné, hogy lencse végre kapják, az kérem, kerülje el ezeket a szituációkat. Lesznek benne rabok, természetesen nem igazi rabok, hanem a kollégáim. Én arra kérem önöket, hogy őket azért ne fotózzuk, mégiscsak a való életben a raboknak is vannak személyiségi jogaik, úgyhogy azt a fotózást mellőzzük, a többi esetben pedig nyugodtan lehet fényképezni. Én át is adnám a szót akkor Tódor Tamás kollégámnak, kedves barátomnak, ő már bemutatkozott itt előttem, úgyhogy talán ezt nem kell megtennem. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok a mai estére önöknek. Köszönöm.
Hát igen, tisztelt hölgyeim és uraim, én annyiban csatlakoznék Esztihez, hogy említette, hogy túl vagyunk már egy főpróbán, meg egy előadáson, hát számos feltámadáson is túl vagyunk már, de hogy miért, az majd kiderül a következő körülbelül egy és negyed, másfél órában. Szeretném önöket meginvitálni egy kis időutazásra először is. Látható itt az épület, a zalaegerszegi törvényszéknek a háza. 1730-32 között építették fel, de egy picit ugorjunk még korábban az időbe, a kora középkorban, amikor is csupán néhány százan lakták Zalaegerszeget, többnyire jobbágyok voltak, akik mezőgazdasági munkából tartották el magukat, és ha a 16-17. Századba mennénk vissza, akkor viszont már körülbelül 2000-2500 főt találnánk ki Tegerszeg városában. Ennek a emberhalmaznak a kétharmadát az végvári vitézek, a fegyverforgatók és a családtagjaik alkották, akik itt éltek a városban. Hát védekezni kellett a török ellen ugyanis, bár ha visszamegyünk még 1421-ben, akkor egy bűvös latin szó jelenik meg az okiratokban, ez nem más, mint az oppidum, ami azt jelenti, hogy mezőváros, és ez szó szerint azt jelentette, hogy Egerszeg városa a mezőn állt, nem volt körbekeltelve. Természetesen a 15. századon még hol volt a török, de szenetter csak megjelentek, és első Ferdinánd király 1546-ban hozott egy rendeletet, mely szerint Egerszeg városát meg kell erősíteni. A mai törvényszék előtt egy püspöki udvarház állt ezen a területen, azt erősítették meg árokkal, illetőleg különböző bástyákat építettek hozzá. Majd amikor 1600-ban Kanizsa elesett, akkor Egerszeg lett a végvidéknek a katonai központja, további erősítések történtek, úgyhogy Egerszeg várát megerődítették. Körülbelül 100-150 gyalogos katona és 200-300 gyalogos és 100-150 lovas katona teljesített szolgálatot. Amikor elkezdték a munkát, akkor még egy egyszerű fabástás fatornyos építmény volt, ezt erősítették meg, és hát ahogy már említettem, védekezni kellett a törökök ellenük. Ugyanis többször megpróbáltak betörni a városba, hát nem sikerült, kivéve 1664-ben, amikor olyan túlerővel nézett szembe a zalaegerszegi sereg, hogy szó szerint félreálltak, és majdnem betessékelték a törököket Egerszeg várába. Nem sokáig maradtak itt, egy év múlva el is hagyták a területet. Mi már tudjuk, hogy ez már egyébként a török korszak vége volt, de ők természetesen nem tudhatták, úgyhogy meg kellett várniuk, amíg Egerszeg vára szó szerint leég, 1675-ben a nagy része a tűz martaléka lett. De azért mondom, hogy a nagy része, mert 20 évvel később azért mégiscsak működött egy kocsma a pincerészben, ahova jártak a katonák inni. És hát még egy verekedésre is sor került egyébként, egy milyen csodás dolog ez is, hölgyeim és uraim, hogy egy több mint 320 éves dokumentumból, tanúvallomásból tudunk napjainkban rekonstruálni egy esetet, ugyanis a pünkös napján 1698. május 18-án esett egyébként ez a bizonyos nap. Két német katona lementek ebbe a borozóba, itt a várnak a pincerészébe, és hát nem találtak német katonákat, úgyhogy tovább mentek a vásár felé, a pünkösdi vásárba, és hát észrevették, hogy egy dán dragonyos fut a várnak a hídjához. Nagyjából ott lehetett a híd, ahol most önök állnak, kedves hölgyeim és uraim, azon a hídon keresztül lehetett bemenni Egerszeg várába. A hídon egy magyar parasztot láttak jajveszékelve. Hát oda mentek hozzá, hogy megnézzék, mi történt. A dán dragonyos időközben elfutott, egy magyar katona meg kijött a várból, és hát figyelmeztette a német katonákat, hogy menjenek el. De hát ők elvették tőle a furkosbotot, úgyhogy ekkor több dolog történt egyszerre. Három puskalövés hallatszott, néhány durranás, és a közeli, akkor még egy tornyú Mária Magdolna plébeán a templomnak a harangját valaki megkongatta. Valószínűleg ez volt a jel, és akkor a magyarok jöttek, hogy megverjék a német katonákat, akik szélnek eredtek, hát egyiküknek nem sikerült. Pitli Bernát közkatona tanúvallomásából tudjuk, hogy társát, Istvánt egyetlen egy ökölcsapásra jegerszegi valaki, nem tudjuk, hogy ki, a tanúvallomásból nem derül ki, leterítette, úgyhogy ő szörnyet halt. De hát, hogy mennyit kerestek egyébként ezek a végvári vitézek? Most én szeretnék közben elindulni, kérem hölgyeim és hogy nekem egy kis helyet adjanak, mert ennek nagyon fontos dramaturgiai része van itt a hatásfokozásban. Visszatérve a katonákhoz,
A 16-17. Században viszonylagos állandóságot mutatott az ő keresetük, és hát milyen érdekes, hogy előfordult, hogy olykor több havi késéssel kapták meg a fizetésüket, mennek egy részét nem is pénzben kapták meg, hanem posztóban. Fönnmaradtak az iratok, miszerint egy gyalogos katona 3 rajnai forintot keresett ebben az időben, egy lovas katona 4-et, még egy pattantyús, az egy ágyúkezelő pedig 8 forintot. Hát mondjuk nézzük meg a lovas katonának a fizetését, mit jelent a napjainkban? Ez a 4 forint, ez 320 dénárnak felel meg, és akkor ő a következőket tudta megvásárolni. Vagy 32 cipókenyeret az egy havi fizetéséből, vagy 45 kg marhahúst, vagy 100 liter bort, vagy 3 pár csizmát, vagy az egyik legérdekesebb, egy különleges gyümölcsöt, 32 darab narancsot. Hát nem csoda, hogy mellékereset után néztek a katonák, hiszen ebből nem nagyon tudták eltartani magukat, úgyhogy a közeli hegyeken, dombokon szőlőműveléssel, bortermeléssel foglalkoztak. Most egyébként mutatok a Csácsi dombokra, napjainkban is nagyjából ugyanez zajlik ezen a területen, de hát a katonák, ők el is adták a bort, nem csak megitták, úgyhogy ez volt a mellékereset. A másik fontos mellékfoglalkozásuk, fogalmazzunk így, az pedig a török rabok adása vétele volt. Ha sikerült egy-egy törököt elfogniuk, akkor mit kaphattak értük? Felfegyverzett lovakat, posztót, különböző ékszereket kaptak értük. Hát egyébként az is előfordult, hogy a egerszegi katonákat raboltak el a törökök, és akkor olykor fogoly cserére is sor kerülhetett, meg hát látták a két katonát ott a törvényszék előtt, hát ők olyan rendesek voltak egyébként, hogy több katonatársukkal összefogtak, és én nem tudom hány hónapig koplaltak, de kifizették a katonatársukat, aki a törökök elloptak. És akkor kérem, haladjunk tovább. Annyit kérek önöktől, hogy nézzenek föl a törvényszék homlokzatára. Azokat a színeket láthatják ugyanis, kedves hölgyeim és uraim, amelyeket a 20. század elejénk láthattak. Néhány évvel ezelőtt ugyanis speciális falvizsgálatot tartottak annak érdekében, hogy az eredeti mintákat megtalálják, és hát látják is, hogy az épületszárnyak színe különböző. Itt, ahol mi most állunk, a mögöttem lévő központi épületszárnyat építették föl először 1730-32-ben, és a 19. század végén pedig a keleti szárnyat, úgyhogy a színeknek a különbözősége ezt jelzi. Nagyon fontos épületről beszélünk, hiszen itt van mellettünk az ország első Deák Ferencet ábrázoló szobra, nem is véletlenül, ugyanis a hazabölcse, vagy ahogy másképpen ismerjük, a nemzet prókátora itt ezen falak között kezdte meg politikusi pályafutását. És akkor kérem, haladjunk tovább, történetünk következő eseménye fog következni. Annyit még elmondanák, hogy a Deák Ferenc téren kezdjük a sétánkat. Hivatalosan 1888 óta hívják ezt a úgynevezett régi várkertet Deák Ferenc térnek, és még annyiban kiegészíteném a várnak a történetét, hogy ugyan 1675-ben nagy része leégett, de a köveiből kezdték el építeni egyébként a törvényszéket, és hát én úgy tudom, hogy a pincében az eredeti várnak a kövei megtalálhatók, tehát ha lemehetnénk oda, nem mehetünk le, és nem csak a kísértetek miatt, akkor megsimogathatnánk azokat a köveket. Kérem, akkor megyünk tovább. Egy pillanatra itt megállnánk, hogy azért mindenki be tudjon jönni. Kérem a csoportot, itt mondjuk megállunk. Akkor még egy picit jöjjenek. És még egy történetet mondanék, mielőtt kilépünk a bíróság udvarára. Kérem jöjjenek közelebb, hogy tényleg mindenki elférjen. Most szerencsére a falak visszhangozzák is a mondandómat, úgyhogy talán mindenki jól hallja. Annyit szeretnék önöknek mondani,
hogy nagyon kevés ebből a korból, tehát a régi, tehát a középkorból, a török korból származó irat maradt fönt Zalaegerszeget illetően. Azt tudni kell, hogy az országos Széchenyi levéltárnak a gyűjteményében 200 ezer a középkori magyar okleveleknek a száma. Ebből a hatalmas halmazból mindösszesen 50, vagy hát még annál is kevesebb okirat, ami Egerszeg városunkhoz kapcsolódik. Egyébként is nagyon nehéz a kutatóknak a dolga, hiszen a középkori magyar királyságban a mi Egerszegünkön kívül még további 7 Egerszeg nevezetű település létezett, szóval hogyha az iratból nem egyértelmű, hogy melyik Egerszegre vonatkozik, akkor másik információk alapján kell kideríteni, hogy a mi Egerszeg városunkra történik vagy sem. Az egyik ilyen fontos dokumentum egy pajzán történet, ugyanis 1650. február 16-án az egerszegi sereg Rohoncról hazaérkezett, és hát a trombitás, nincs mit szépíteni a dolgot, a helybéli papot a saját feleségével találta a nászágyban. Feltételezem, hogy nem imádkoztak, mert a katona jól ellátta a tisztelendő úrnak a baját, olyannyira, hogy a kiabálásra még a bajtársai is kijöttek és segítettek a verekedésben, úgyhogy tömlőcbe vetették a tiszteletes urat, és hát Kerpacsics István volt a várkapitány, aki feljebb valójának a következőt írta le, most szó szerint idézem, éjjeli dolog volt az asszony és a tisztelendő között, és ez az éjjeli dolog bármit jelentsen, másfél éve tartott. A pap elkerült innen, sajnos nem tudjuk, hogy mi történt a trombitás, hogy megbocsátott-e a feleségnek, én feltételezem, hogy igen. Hölgyeim és uraim, kérem kövessenek! Nyugodtan eddig kérem, jöjjön, nyugodtan még hozzám lehet közelebb jönni, és akkor itt megvárjuk a többieket is. Hú, de sokan vagyunk, kedves hölgyeim és uraim! Azt a... Jöjjenek csak! Talán most már mindenki érkezik. Hát hölgyeim és uraim, az imént egy kivégzésnek az utolsó pillanatait hallhatták, méghozzá Zalaegerszeg utolsó nyilvános kivégzésének. Halál beállt a 12 óra 30 perc! Hölgyeim és uraim, Koma Mária, zalaegerszegi lakost 1957. január 5-én végezték ki egy bestiális gyilkosság miatt. Sokan úgy ismerték abban az időben az országos híreknek köszönhetően, hogy a kofferes gyilkos, illetőleg Bőröndös Mari. 1956 utolsó napja, illetőleg 1957 első napja az 56-os forradalom leverése miatti letargiában zajlott Zalaegerszegen. Ebben a nyomasztó légkörhöz még egy megdöbbentő gyilkosság is társult, amelynek a híre futótűzként terjedt végig január 1-én Zalaegerszegen. Picit visszautunk az időben. 1955 nyarán egy Rózsa Ilona nevezetű asszony, mint főbérlő lakásába fogadta Koma Máriát, a 24 éves fiatal nőt. Ez a ház a mai dísztéren egykoron álló régi Ne felejts bisztrónak a háza volt. Ennek az épületnek az első emeletén lakott a két asszony. Nagyon rossz kapcsolatban voltak, mindennaposak voltak a veszekedések, olykor még esetleg a tetlegességre is sor kerülhetett. Bizonyosan 1956. december 31-én este 8 órakor egy veszekedés követően a két asszony dulakodni kezdett, és hát Koma Mária
A keze ügyébe került egy kis balta, és fejbe vágta Rózsa Ilonát, és csak hogy biztos legyen a dolgában, még párszor ütés mért az asszony fejére. Ezután, mint egy jó tiszteletre méltó asszony, át akart menni a szomszédokhoz, hogy bejelentse a gyilkosságot, de olyan szórakoztató hangok jöttek ki, hogy nem akarta megzavarni a mulatságukat, úgyhogy úgy gondolta, hogy visszamegy a lakásába. A horror ezután vette csak kezdetét, ugyanis Koma Mária úgy döntött, hogy feldarabolja a holttestet és megpróbálja eltüntetni. Először egy trancsírozó deszkára húzta az áldozat nyakát, levágta a fejeit, majd ezután a keze és a lábai következtek. A törzset becsavarta az asszonynak a hálóingébe, és betette egy bőröndbe. A végtagokat tovább darabolta, a nagyobb darabokat eltüzelte, a kisebbeket pedig az udvari kanálisba dobta. És akkor, mint aki jól végezte dolgát, mit csinált? Na, mit csinált? Nem. Leült és békésen kötögetett reggel 7:30, amikor is fölkapta a bőröndöt, és a régi Tüttősi utcán, azaz a mai Európa téren keresztül, a Kazinci téren át, az egykori malomhoz vitte, malom környékére vitte az alafolyóhoz, és ott sikerült a börtön, vagy a bőrön tartalmát beledobni a folyóba. Egyébként útközben többen felfigyeltek a nehéz terhet cipelő asszonyra, és időközben értesítették is a rendőröket, de hát mire hazafele úton Koma Mária már a rendőrbe akadt, akkor ő már megszabadult a bőröntől. A rendőr megállításra szólította fel az asszonyt, nem állt meg, hanem csak egy riasztópisztoly leadása után állt meg a rendőr előtt, és bevallotta ott a tettét. Rögtön statáriális bíróság elé állították Koma Máriát, ugyanis az 56-os forradalmi események miatt a statáriális bíróság volt érvényben, egy rögtönítélő bíróságot rendeltek ki számára, Kecskemétről jöttek le a szakemberek, hogy megvizsgálják az ügyet. A tárgyalás nyilvános volt, és természetesen hatalmas érdeklődés követte abban az időben. Úgy kell elképzelni, mint a mai amerikai filmekben a bírósági tárgyalásokat bemutató filmalkotásokat, ugyanilyen lehetett 1957. január első napjai is. Koma Mária eleinte próbált tagadni, de aztán természetesen nem tudott, hiszen a nyomokat mindenhol megtalálták, és tanúként kihallgatták nem csak a régi dísztéri lakásnak a szomszédait, hanem azokat az embereket is, akik ott voltak az alafolyónál. A magát a tetemet többen is észrevették, ugyanis a bőröndből a holttest kiesett, és egy faág a jeges zalában felfogta, és hát amikor először gyerekek észrevették, akkor azt hitték, hogy a gyermek holttestét borította ki a bőrön, vagy esett ki a bőröndből, ugyanis a megtorzított, megcsonkított holttestet ilyennek látták, egy kis pici gyermeknek. A bírósági tárgyalás során kiderült, hogy amikor Koma Mária, a lakotársnője feldarabolását elkezdte, akkor Rózsa Ilona szíve még dobogott, azaz élt. Természetesen elítélték, halálra ítélték, és a statális bíróság törvényei szerint 2 órán belül végre kellett hajtani a kivégzést. 1957. január 5-én 12 óra előtt ítélték el, délben pedig felsorakozott a kivégző osztag, és 12 óra 8 perckor nyilvános kivégzést hajtottak végre itt, a megyei bíróságnak az udvarán. Hangsúlyozom, hogy ez volt az utolsó nyilvános kivégzés Zalaegerszegen, de nem a legutolsó kivégzés itt a városunkban. Koma Mária történetéhez még hozzákapcsolódik az is, hogy a városi mendemondák szerint a gyilkosságnak az oka nem is egy vita volt, hanem egy szerelemféltés, hogy állítólag ugyanazt a férfit szerette a két asszony, de ez csak a városi lokális legendák közé sorolható. Ami viszont tény, hogy a magára bizonyítékokat, a gyilkosságon használt tárgyakat az Országos Rendőrségi Múzeum elkérte, mert a bestiális gyilkosságnak a tartalma miatt úgy vélték, hogy ennek a múzeumnak szüksége lehet rá. Hölgyeim és uraim, Koma Máriát 1957. január 5-én végezték ki. Folytatjuk sétánkat, és kérem, kövessenek! Bocsánat? Most fogjuk kétfelé venni majd a társaságot.
Az egyik fele, aki először beér, a családokat nem bontjuk meg, az addig megy a tárgyalóterembe, amíg hely van és le tud csücsülni, a másik fele pedig itt kint egy rabát vezető előtt egy kis börtön elméletet hallgathat. Mielőtt tovább mennék, annyit még mondanék, hogy a zalaegerszegi börtönnek is van egy nagyon különleges története. Utazunk vissza a 18. század végére, egész pontosan 1796. június 14-ének estére, amikor is az úgynevezett öreg börtönnek a 32 lakója fellázadt itt Zalaegerszegen. Az öreg börtön abban az időben a törvényszék pincéjében volt, itt tartották a kemény legényeket, azokat, akikre életfogytiglani halálbüntetés, vagy életfogytiglani büntetés, vagy halálbüntetés várt. Három hajdut agyon vertek, fegyverekhez jutottak, és hát próbáltak kitörni. Azon az ajtón, ahol önök bejöttek, tisztelt hölgyeim és uraim, de hát pehjükre zárva volt, nem sikerült a kitörés, bár az egyik rabnak sikerült fölmásznia az épület tetejére, és onnan próbált lövöldözni. Ezen a bizonyos napon, illetőleg a következő napokban a sérülések következtében összesen 17-en vesztették életüket, köztük egy ártatlan zalaegerszegi polgár is, aki egy kereskedő, aki a nagy ribillióra volt csak kíváncsi, és hogy ide érkezett a térre, a bentlőr lövöldöző rabok sebesítették halálra. Ezután az zalaegerszegi börtönben elrendelték a foglyoknak a rendszeres motozását, illetőleg a börtöncelláknak az időszakonkénti átvizsgálását. Történetünk idején az öreg börtönön kívül még kettő börtön volt található Zalaegerszegen, itt a bíróságnak a környékén. Az egyik a kis börtön, itt tartották azokat a foglyokat, akik nem főben járó ügyben voltak elítélve, és volt egy Ispita nevezetű börtön is, itt pedig a női rabokat tartották. Hogyha elnéznek tőlem jobbra, láthatják a börtönnek a mai épületét. Ezt a T-alakú 4664 négyzetméternyi területű börtönt 1909-ben adták át rendeltetésének megfelelően, bár már korábban készen voltak a tervei. Ugye mi most nem látjuk a kerítést, de van egy 372 négyzetméternyi terület, ami a raboknak a szabad levegőztetést megoldja. Na ez az a terület, hölgyeim és uraim, ahol régészek nagyon szeretnének bejutni, ugyanis a régi középkori várnak az egykori kútja feltételezések szerint a mai börtön területe alatt van, tehát a romok, a maradványok a föld alatt van, azért természetesen nem engedik be a régészeket arra a területre, pedig biztos, hogy megtalálnák azt a kutat, ahol a legenda szerint maga az Rényi Miklós is itatta a novát, amikor itt járt Egerszeg városában. Hölgyeim és uraim, akkor kérem, hogy az csoportnak az első fele kövessen engemet, a másik pedig maradjon kint, és mindannyian fogják hallani azokat a történeteket, amiket itt meg ott elmondunk. Ja, értem. Bocsánat, mindenki jöjjön, és akkor a csoportnak a másik fele bent fog a folyósókon megállni, és ott fog akkor a történet elhangozni. Az előlévők pedig kérem köfessenek, és beszemenjünk a 6. számú tárgyalóterembe. Erre jöjjön utána mindenki, kérem szépen. Itt, ameddig hely van, addig tudunk lehetőséget. Ugyanis, ami jöjjenek és figyelek, foglaljanak helyet a tárgyalóteremben, a tárgyalást hamarosan elkezdjük. Jöjjenek, kérem, foglaljanak helyet. Kérem, hölgyeim és uraim, foglaljanak helyet a tárgyalóteremben, hamarosan elkezdjük a tárgyalást. Kisasszony, légy szó, hogy mindenek az egyik neked? Igen, bíró úr. Jó. Akkor ezennek 10 perc szünetet rendelek el. Bíró úr, kimehetek egy kávéra? Tessék, parancsolni. Kisasszony, velem tartok? Igen, persze. Köszönöm, hogy megnézték.
eljött a leszámolás órája. Úristen! A sós nem mindenkivel bánik egyenlően. Van, akit végig kísér szerencsének csillaga, van, akit kegyetlen próbatételek állít a sors, mint ahogy láthatták hölgyem és amit dr. Vlasics Antal esetében. Neki nem adatott meg az a boldog élet, ami másoknak megadathatna. Dr. Vlasics Antal 10 évesen egy baleset következtében balesetet szenvedett, jobb lábát térd alatt amputálni kellett. Nem volt felhőtlen gyermekkora, boldog fiatalkora, harmonikus házassága. Nem érhette meg kislánya felcseperedését, 36 évesen bírói pályája egy gyilkosság miatt véget ért. Hölgyeim és uraim, 1973. október 29-ére érkeztek meg, a Marcali járásbíróságon vagyunk, ahol dr. Vlasics Antal járásbírót agyonlőtték. Ezen a bizonyos napon Horváth Kulcsár Ferenc nevezetű illető volt az, aki kioltotta az életét, de a tragédia eredője egy korábbi ügyhöz kapcsolódik, méghozzá az úriember, illetőleg a szomszédja Budvig János közösen osztoztak egy telken Marcaliban, és hát állandósultak a veszekedések, hogy figyelem, kiszedte le a ringlószilvát, vagy hogy miért nem lehet bejárni arra a telekre. Az ügy odáig fajult, hogy a bíróság elé került a két férfi, és dr. Vlasics Antal járásbíró Budvig Jánosnak adott igazat, és a volt kommunista Kulcsár Ferenc pedig olyannyira sérelmezte ezt a dolgot, hogy egyik nap elégtételt akart venni mindenkin, aki a számára sérelmes bírósági tárgyaláson részt vett. Reggel átment a szomszédjához, arcon lőtte. Budvig János nem halt meg, volt még annyi lélek jelenléte, hogy a törülközőt az arcához szorítva elmenekült, és egyébként ő az, aki értesítette a rendőrséget. Közben Kulcsár Ferenc elindult terrorista útjára, először a tanácselnökhöz akart menni, de ott nem talált senkit, úgyhogy a Marcali járásbíróságra a 6-os számú tárgyalóterembe ment be. Ez az a tárgyalóterem, ahol mi most vagyunk, térben és időben kicsit kiszakadva a mai törvényszék épületéből. Aznap dr. Vlasics Antal volt az elnöklő bíró. Az első tárgyalás elmaradt, mert a vádlott nem jelent meg, úgyhogy szünetet rendelt el a bíró úr, és valóban a jegyzőkönyvvezetők elhagyták a termet, amikor is kopogás hallatszott és Kulcsár Ferenc megérkezett, előtte eljött a leszámolás órája. Na ez volt az a bizonyos mondat, amit a szomszédjának is mondott, annyit még hozzátett neki, hogy add ide az 5000 forintot. A szomszéd egyébként annyit válaszolt, hogy milyen 5000 forintot, egyébként el lehet képzelni, hogy ma mennyit jelentene ez a hatalmas összeg. Lenőtte a bírót, 3 golyót röpített belé, bár már az első halálos volt. Amikor az első pisztolylövés meghallatszott, a férfi ülnök kimenekült a teremből segítségért kiállva, a női ülnök pedig a bíró úrhoz ment segítségért, és csak az mentette meg az ő életét, mert egyébként Kulcsár Ferenc őt is ki akarta nyírni, mert ez az asszony is ott volt azon a számára sérelmes tárgyaláson, hogy amíg a férfi a pisztolyával babrált, addig a hölgy ki tudott menekülni, és a közeli vagy a szomszédos szobában be tudott zárkozni. A férfi kalapot emelve a gyilkos elhagyta a Marcali járásbíróságnak az épületét, majd pedig elindult a kistitkárságra, ott sem talált senkit, úgyhogy valami úton módon a rendőrség előtt kötött ki, és a rendőrök ekkor már elvették tőle az önvédelmi fegyverét, és bekísérték a rendőrségre. Kiderült, hogy nem ez volt az első eset, hogy elsütötte a pisztolyát. 15 évvel korábban egy másik szomszédját sebesítette meg, akkor nem ítélték el, és most sem ítélték el, de csak azért nem, mert kényszergyógykezelés alá került a férfi. Idézem az orvost a jegyzőkönyvből. Az illető nagyzásos, illetve üldöztetéses téveszmékkel jellemzett elmebetegségben szenved. A pszichológus egyébként arra a következtetésre jutott, hogy az illető nagyon alacsony intellektus és szélsőséges magatartás viselkedésmód jellemzi. A következőt különösen kihangsúlyozta, korára tekintette a szenilis és feltehetősen lassan dementálódik is, kifejezetten paranoid karakter. A férfi egy évvel később a kényszergyógykezelés alatt hunyt el.
Dr. Vlasics Antalnak ebben az időben már csak az édesanyja élt, és amikor eltemették a fiát, ő visszaköltözött Zalába, ők Becsehelyről, Polából származnak, viszont olyannyira magányos volt, hogy 1974 nyarán kihantoltatta fia maradványait, és a polai temetőben helyezte örök nyugalomra. Annyit még szeretnék mondani a családról, hogy születés előtt dr. Vlasics Antal szülének 2 gyermeke is született, de egyikük mindössze 1 hetet, a másik pedig csupán 5 hónapot élt. Mély letargiába került a család, és nagyon nehezen szánták rá magunkat a következő gyermekvállalásra, viszont 9 évvel később beköszöntött életükbe Antal, és akkor a sors megint kegyetlen fordatot hozott azzal a balesettel, amit önöknek mondtam. Ez a baleset dr. Vlasics Antal egész életére rányomta bélyegét, nagyon magába forduló, zárkózott emberé vált, és még a munkájában is így ismerték meg. Nagyon precíz, tisztelettudó bíróként tartották nyilván, aki viszont csak a legszükségesebb és a legrövidebb ideig keresi fel még közvetlen kollégáit is. És akkor szeretnék azzal a mondattal elbúcsúzni, amivel kezdtem, és ezzel kegyeletet lerúni a bíró előtt. A sors nem mindenkivel bánik egyenlően. Hölgyeim és uraim, dr. Vlasics Antal történetét hallották. Köszönöm szépen, és én most arra kérem önöket, hogy a hátsó ajtón fáradjanak ki a folyosóra, és akkor a mai bíróság életükben fognak csemegéket hallani, és utána pedig folytatjuk utunkat az első emeletre. Köszönöm. Jelen pillanatban közel 20 000 fogvatartottban országosan elhelyezve. A mi börtönünkben fogház, börtön és fegyház fogadatban is töltenek ítéletet. Ezek a fogvatartottak dolgoznak. Minden jogerős elítéltnek dolgoznia kell, hogyha az egészségi állapota megengedi. A munkavégzés az fogvatartotti konyhában történik egyrészt. A fogadottak saját magukra is főznek, illetve a személyi állományra, és e hónap 1-től a bíróság dolgozói is ehetik a börtönkosztot. Ezen kívül a zalaegerszegi Schneiderrel van kapcsolatunk, és 20 fő fogvatartott kapcsolókat rak össze. Ezen kívül van karbantartó műhelyük, a karbantartó műhelybe festők, lakatosok, asztalosok végeznek munkát, ezen kívül őritakarítóink vannak, akik az intézet tisztántartásában vesznek részt, és még a raktárban tudunk munkát adni. Aki nem dolgozik, de tanulni szeretne, azoknak megpróbálunk iskolai végzettségnek megfelelően képzést adni. Akinek nincs meg a 8 általánosa, azt itt Zalaegerszegen nem tudjuk képezni, de több intézet van, ahol van lehetőség arra, hogy be tudják fejezni a 8 osztályt. Nálunk legutoljára tavaly évben fejeztünk be egy 2 éves festőképzést, ahol 13 fogvatartott kapott szakmunkás bizonyítványt. Ezzel tudjuk elősegíteni, hogy szabadulást követően találjanak maguknak munkát, és akkor ne kerüljenek vissza a börtönvilágba. A fogvatartottak étkezése, napi 3-szori étkezés van, a fürdési lehetőség heti 3-szor van, a dolgozó fogvatartottak naponta, a nők naponta és a fiatalkorok is naponta fürödhetnek. Ezen kívül minden nap adunk be az árkába meleg vizet, ahol meg lehet mosakodni, borotválkozni. Amit láttok a zárkánál, minden egyes zárkánál a zárkarendet ki kell alakítani. Az annyit jelent, hogy a pokrócot a törölközött meghatározott formába kell rakni. A zárka szekrényükben megvan, hogy melyik polcra mit kell elhelyezni. Alsó polcon ruházat, a középső polcon élelmiszer, a felső kis polcokon könyvek, folyóiratok, illetve tisztálkodási szerek lehetnek. Ami nem fér be a zárka a szekrénybe, azt a ládába kell bepakolniuk. Annyi tusz lehet náluk, ami a ládába és a szekrénybe befér. Ami kint volt gépjármű, azzal visszük a fogvatartottakat egészségügyi leállításra, illetve távolabbi tárgyalásokra. Egy pár éve be lett vezetve a távtárgyalás lehetősége. Ezekben az esetekben, amikor a bíróság úgy ítéli meg, nem kell a fogvatartottat elvinni a tárgyalóterembe, hanem nálunk van a tárgyalás, és a bíróságon meg a másik végpont. Ez akár a tanúk meghallgatására is alkalmas. A fogvatartotti kapcsolattartása megszokott levelezés, csomagküldés,
rendszeren kívül van lehetőség telefonra, a fogvatartottnál, ha van pénze és tud kaukciót letenni, akkor már mobiltelefonnal rendelkeznek. Ezeket a mobiltelefonokat hívni nem lehet, de ő a kapcsolattartóit fel tudja hívni, illetve az ügyvédjével tud beszélni. Meghatározott percdíjak van. Ha látogató fogadásra nem tud jönni a család, akkor tudunk biztosítani Skype beszélőt, az azt jelenti, mi laptopon keresztül a család meg otthoni körülmények között. Ezt heti rendszerességgel, látogató fogadást havonta adjuk. Ha van kérdés, nyugodtan egyéb föl és válaszolok. Minden fogvatartott biztonsági kockázatban van sorolva, alacsony, közepes vagy magas biztonsági kockázatban, attól függően, hogy milyen cselekmény követett el, volt-e előélete, mennyire együttműködő, illetve a rezsim kategória szerint is kategorizáljuk a fogvatartottat, ez meg az együttműködési hajlandóságától függ. Egy enyhe rezsim, általános rezsim és szigorú rezsim. Akinek szigorú rezsimben van, azoknak már eleve csökkentett a telefonálás lehetősége, a kapcsolattartása. Tehát az az érdekünk, hogy ők együttműködőek legyenek, ezáltal enyhe rezsimben akár világ is lehet az átlájában. Legsúlyosabban emberről is van. Mondhatjuk, fegyház végrehajtási fokozata a legsúlyosabb. Azok is vannak itt az intézetünkben, azok is dolgoznak. Aztán az ítélet letöltését követően remélhetőleg tudnak szabadulni, és nem kerülnek vissza. Van lehetőség reintegrációs őrizetre, az azt jelenti, hogy a szabadulását megelőzően azok a fogvatartottak, akiknek a lakhatása biztosított, megélhetése biztosított, és olyan bűncselekményt követtek el, azok otthon töltik az utolsó időszakot, és egy láb perecsel, ami jelezze az intézetbe GPS alapon, hogy hol vannak. BV bíró meghatározza, hogy mikor hagyhatja el a lakást, amikor el tud menni vásárolni. Aki meg dolgozik, az meg 8-tól 4-ig elmegy a munkahelyére, látja a rendszer, és a munkaidő végén meg haza kell mennie. Ha aki megszegi a szabályokat, azok visszakerülnek hozzánk. A munkaideje már 8-tól 4-ig van. Ez egyedileg van meghatározva, ez lehet 6-tól 2-ig is, 8-tól 4-ig is. Tehát akkor ilyen külön munkáltatóval felveszik a kapcsolatot és beleegyeztetik? Igen, eleve a pártfogó felügyelők már leegyeztetik, hogy hol lesz a munkavégzés. A bíróságon a bíró meghatározza ezt, engedélyezi a részére, és akkor meghatározzák a zónáját, hogy mekkora zónába tud mozogni, és milyen időszakokban. A szabad levegő tartózkodás alatt van lehetőségük húzózkodni, tolózkodni. Könyvtárral rendelkezik a BV, elég szép állománnyal, illetve van egy közösségi terem, ahol tudnak művelődésnek megfelelően, de van jobb agyféltek és rajzolásunk is. A csoportos foglalkozások vannak, EFO program keretében képzik őket. Tehát megpróbáljuk lefoglalni a fogvatartottat, mert az a jó nekünk, aki valamit csinál, dolgozik, tanul, művelődik, az nem azzal foglalkozik, hogy az árkártársát csesztesse, nem azzal foglalkozik, hogy próbálja ugráltatni a felügyelőket. Hölgyeim és uraim, kérem jöjjnek ide a folyosóra, hogy mindenki elférjen.
Nyugodtan jöjjenek ide! Kérem a folyosón, álljunk meg! Sanyi, nyitnád azt az ajtót is? Jöjjenek, hölgyeim és uraim, és a folyosón álljanak meg, mielőtt belépünk a terembe, lesz egy kis mondani valónk. Tisztelt gyászolók! Kérem önöket, hogy a következő terembe csak az erős idegzetűek lépjenek be. A ravatalon ugyanis dr. Cikó János, a törvényszék elnöke fekszik. Kérem a gyászoló családtagokra való tekintettel, csendben fáradjon be az, aki úgy dönt, hogy meghallgatja az emlékezés sorait. Jaj, drága öcsém, miért hagytál így bennünket? Ilyen arra, ebben a nagy szomorúságban. Jó, gyere vissza hozzám. Drága öcsém, miért hagytál így bennünket? Ebben a nagy szomorúságban. Hölgyeim és uraim, mindenkinek lesz lehetőség, hogy kegyeletét lerója dr. Cikó János törvényszéki elnök előtt. Kérem, jöjjenek be a terembe, mindenkinek lesz lehetősége lerúni a kegyeletét. Jöjjenek be, hölgyeim és uraim, ígérem, mindenkinek lesz lehetősége, hogy kegyeletét leróhassa dr. Cikó János előtt. A magyar bírói világnak egyik érdemes tagja költözött el az élők sorából. Meghalt Csikimincenti Cikó János kúriai bíró, a zalaegerszegi királyi törvényszék elnöke. Halálának híre lesújtóan hatott a város egész társadalmára, mert ez elhunyt valóban a közönségnek osztatlan tiszteletét és szeretetét élvezte. Kedves egyénisége, lekötelező udvariassága tisztelői közé sorolt mindenkit. Pártatlan, bölcs bíró volt, ami már magában is tekintélyt biztosított neki. Az utóbbi hónapokban sokat gyengélkedett, s pár héttel ezelőtt már súlyosabban támadta meg a betegség, amelyre a Mátrában is keresett gyógyulást. De a gondviselés úgy határozott fölötte, hogy el kell válni véglegesen szeretteitől, el kell hagyni a bírói székét, melyet 4 hosszú évtizeden át példaszerűen töltött be. Hazajött a Mátrából, az orvosi tudomány mindent elkövetett, hogy megmentse, de a kor győzedelmeskedett a tudományon, és 70. évében elragadta a kérlelhetetlen halál. Özvegye született Lipcsák Jolán, László és Edith gyermeke, 2 unokája és kiterjedt rokonsága gyászolja. Holttestét vasárnap 3:30-kor szentelik be a törvényház dísztermében, és onnan kísérik örök pihenőhelyére, az új temetőbe. Csikimincenti Cikó János mára Maros-szigeten született 1869. november 6-án. Tanulmányai befejeztével a bírói pályára lépett, és fokozatos előléptetés után 1915-ben a karánsebesi törvényszék elnöke lett, mely állásából az oláhok üldözték ki. A megszállott területet 1919. november 30-án hagyta el kiutasító végzéssel. Súlyos anyagi károsodás is érte, mert az oláhok elvették 1000 holdas családi birtokát. 1919-ben az zalaegerszegi királyi törvényszék elnökévé nevezték ki. Így idegen megszállás alatt lévő szülővölgyétől távol, zalai földben várja a feltámadást Cikó János. Hölgyeim és uraim, kérem, róják le kegyeletüket dr. Cikó János előtt, majd pedig kint a folyosón találkozunk. Akik az elsősorban voltak, kérem akkor, adják meg a lehetőséget a többi gyászolónak, és köszönjük, hogy eljöttek a temetésre. Jó.
Hölgyeim és uraim, egy történetet is megosztanék önökkel. Láthatták a törvényszéknek a csodálatos falait, amikor 1732-ben átadták az épületet rendeltetésének. Próbálok hangosabban beszélni, hogy ne remegjen be. Amikor átadták az épületet rendeltetésének, akkor az ide betérők még hófehér falakat láthattak, ugyanis amikor elkészült az épület, arra már nem maradt pénz, hogy a festést befejezzék. Ezzel csak évtizedekkel később kerülhetett sor. Egyébként ez az a híres díszterem, ahol Deák Ferenc 1843-ban elmondta híres beszédét a közteherviselésről, és a vármegye pedig itt utasított el a Napóleon elleni felkelést. Úgyhogy különleges helyszínen lehettek, hölgyeim és uraim, nem... Vigyázz a rabló! Rabló! Elkáncoljuk. Nem, melegre való tekintettel kint hallgatjuk meg a rabló történetét, úgyhogy oda, ahol kivégeztük és föltámasztottuk Koma Máriát, visszafelé fogunk menni az épületen belül, jó? Aki pénzt kapott, az dugja el, nehogy véletlenül megássuk a bűnjeleket. Kíváncsi lennék, hogy be tudják-e váltani az időben majd hétfőn. Jöjjenek kérem, a rabló az jó ember. Csak attól veszel, akinek van. Tisztelt hölgyeim és uraim, az a jelenet, aminek a szemtanúi voltak az előbb a folyosón, az 1931. november 1-ére vezet vissza bennünket. Ez volt az az időpont, egyébként ez egy vasárnapi nap volt, amikor észrevették, hogy a bíróságnak a feltörhetetlennek itt Wertheim páncélszekrényét valaki feltörte. Ott, ahol elkezdtük sétánkat, a két végvári katona mögötti kis benyílóban a tettes vagy a tettesek fölmásztak és bemásztak az első emeleti bírói helyiségbe, ahol a fúróval tönkretették a páncélszekrény szerkezetét, hiába hirdették feltörhetetlennek, ez olyan volt, mint a Titanic, azt is elsüllyeszthetetlennek találták, aztán látjuk, mi lett belőle, 11 Oscar-díjas film. De a lényeg az, hogy elvitte a páncélszekrényből a rabló, a tettes, az összes elnöki betétet, valamint a bíróság készpénzes állományát, váltókat, meg egyéb értéktárgyakat. Maga a pénzösszeg az körülbelül 2700 pengőt tartalmazott, ez mai értéken mérve körülbelül 3,5 millió forintot jelentene. A korabeli helyszínelők, azaz a detektív testület tagjai hiába nyomoztak, sajnos nem jutottak a tettes vagy a tettesek nyomára. Viszont volt egy furcsa törvény érvényben, vagy lehet, hogy még jelenleg van is ma, hogy bíróság nem működhetett páncélszekrény nélkül, úgyhogy keresésbe fogtak és igyekeztek egy használaton kívülit vásárolni, ugyanis dacára a tetemes szállítási költségeknek még így is olcsóbbba került, hogy fehér gyarmatról ide szállítottak egy páncélszekrény, mint hogyha újonnan megvásárolták volna. A trezort üzembe helyezték, aztán nem sokkal később egy egerszegi mesterember jelentkezett, hogy ő ugyan megnézni azt a feltört páncélszekrényt, és hát kiderült, hogy fillérekből meg tudta javítani. Ezt a páncélszekrényt ma már nem találjuk itt, ugyanis a Somogy megyei Csurgóra került. Csak ezzel szeretem volna alátámasztani, hogy számos tanulságos és vicces dolog is megtörtént a bíróság termében, nem csak kísértetés, illetőleg hátborzongató események.
Különleges éjszaka mai, a Múzeumok Éjszakája programsorozata egyébként még most is tart, úgyhogy akinek van kedve, akkor szeretettel invitálom a Göcsei Múzeum, illetőleg a Mincentinumnak az épületeibe, és akkor nézzék meg ott a tárlatokat, illetőleg az egyéb kínálatokat. A Göcsei Múzeum éjfélig várja a látogatókat, a Mincentinum pedig egy gyertyafényes sétával még hajnali egyig nyitva áll az érdeklődők előtt. Szeretném megköszönni a figyelmeket, hogy részt vettek ezen a sétán, és mielőtt még tovább mennének, akkor el szeretném mondani az utolsó egerszegi kivégzés történetét. Emlékeznek, Koma Mária eset az csak az utolsó nyilvános volt. 1982 nyarán egy sormáson lakó 81 éves asszonyt holtan találtak a lakásában, megfojtották, és hát a gyanú egy 33 éves fiatal emberre terelődött, és hát kiderült, hogy ő volt a tettes. A gyilkosság napján délután becsöngetett az asszonyhoz, éppen egy barátnőjével beszélgetett, és azt állította, hogy ő a keresztfia, és hogy pénzt kért tőle. Hát az idős asszony elzavarta, de eközben a fiatalember szertett arra, hogy megszerezze a lakás kulcsát. Este 9 óra tájban visszament, és pénzt követelt az asszonytól. Miután nem adott neki, erőszakot követetten a 81 éves idős asszonyon, majd megfojtotta. Felkutatta hidegvérrel a lakást, és nem talált semmit, mint egy zacskó szeget. Azt magával vitte, és hazament. Ő egyébként Szepetneken lakott. Természetesen elfogták, és bíróság elé került, és hát kiderült, hogy ismét egy nagyon alacsony intellektusú egyénről beszélünk, aki nem járt iskolába, nem volt semmilyen szakképesítése, egyedül a nevét tudta leírni. 14 éves korában már javító nevelőintézetbe került rablás miatt, 22 évesen pedig folyamatosan kibejárkált a börtönbe erőszakos nemi közösülések és erőszak tételek miatt. Amikor a fegyházból kiengedték 1982-ben, akkor 2 hónap után követte el ezt a borzalmas gyilkosságot. Halálra ítélték, és néhány hónap múlva a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta ezt az ítéletét, arra hivatkozván, hogy ezt az embert nem engedik ki újra társadalomba, mert olyan agresszív és lehetetlen módon viselkedik, hogy semmilyen javulást nem látnak nála. 1983. június 15-én hajnali 5-kor az alaegerszegi börtön területén már felakasztották ezt a férfit. Ő volt az utolsó, akit Zalaegerszegen kivégeztek, egyébként az utolsók egyike is, akit Magyarországon kivégeztek. Hölgyeim és uraim, ez volt az utolsó zalaegerszegi kivégzés története. Köszönöm szépen! És egy pillanat, még Esztinek is van mondani valója. Hanem előfordul, hogy szombat vagy vasárnap során kerül sor letartóztatás. Nincs ez másképp a mai nap sem, amikor G. Katalin zalaegerszegi lakost súlyos testi sértéssel gyanúsították. A zalaegerszegi járásbíróság nyomozási bírája, a zalaegerszegi ügyészség indítványának helytadva 2023. július 24. napján, azaz ma, és arra elnéznek, bűnismétlés, illetve a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélyére 30 napra letartóztatta a gyanúsítottat. G. Katalin a Veszprém Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézetbe fogják szállítani. A börtönőr kollega az épület előtti rabszállító autóhoz kívül. Helyet kérünk. Kérem, kövessék őt, és ez lesz az utolsó állomás a mai estének. Pár mondatban el fogunk búcsúzni odakint. Kérem, kövessék a gyanúsítottat. Kérem, ne fotózzák a gyanúsítottat. Engedjék el, nem bűnös! Nem, engedjék el! Jogos volt! Jó, csalódó! Csalódó!
Kedves vendégeink! Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a borzongató éjszakán. Reméljük, jól érezték magukat nálunk. És én zárásként szeretném önöknek bemutatni a rögtönzött társulatunkat, az Zalaegerszegi Törvényszék és az Zalaegerszegi Járásbíróság dolgozóit. Van köztük írnok, karbantartó, irodai dolgozó, kézbesítő, ügyintéző, gazdaság is, biztonsági őr, könyvtáros, irattáros, csoportvezető és HRS is. Mi nagyon-nagyon jól szórakoztunk ezen az estén. Nagyon örülünk, hogy nincsenek olyan sokan, mint az első csoport, de egy picit kezelhetőbbek voltunk. És reméljük, hogy önöknek is maradandó élményt okoztunk. Jövőre regisztrációt fogunk kérni, az lesz a biztos, de már arra is készülünk. Nagyon szépen köszönjük, és egy nagy tapsot kérek a kollégáimnak. Valaki rászolgált, hogy egy icipicit bezárják ebbe az autóba, az még megteheti a következő percekben.